Tisztelettel köszöntöm kedves tévé előtt ülő nézőinket, innét Török Bálintról, a Bálint Márton Általános és Középiskola, illetőleg Sportközpont megnyitó ünnepsége előtt jelentkezünk Önöknek, és élő adásban közvetítjük az egész átadási ünnepséget. A 2013-14-es tanévtől a Török Bálinti Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola új épülettel bővül, melyben az általános iskola felső tagozata, illetőleg a középiskola kap majd helyet. Török Bálint város önkormányzata és a magyar állam együttműködésében felépített épület uszodájával, sportcsarnokával, előadói szaktermeivel, a 21. század iskoláját idéző környezetet teremt tanulói számára. A beruházás fontosságát jelzi, hogy az épület megnyitó ünnepéjén Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke fogja átvágni a nemzeti színű szallagot. Ezt az egész ünnepélyes átadást a Buda környéki televízió élőben fogja közvetíteni. Most pedig megkérném a város polgármesterét, Turay Istvánt, hogy egy pár szóban köszöntse a nézőket. Szeretettel köszöntöm nem csak Török Bálint, hanem Buda környék televízió nézőjét, de egészen különleges alkalom, és nem csak a városnak az életében, hanem azt gondolom a környék életében is, különösen attól, hogy a Buda környéki televízió vállalta annak a műszaki segítségét, hogy most élőadásban tudják közvetíteni miniszterelnök úr átadási ünnepségét. Nagy dolog ez a város életében, és szeretettel köszöntök mindenkit, aki most tanulja és részese lehet ennek a rendezvénynek. Köszönöm szépen! Az 1300 lakosú Török Bálint kellemes környezet, jó közlekedés, a főváros közelsége jellemzi. Török Bálint 2007-ben vívta ki a városi rangot, és mára már nagyon komoly gazdasági potenciált tudhat magáénak. Hogy Török Bálintnak az elnevezése honnan ered, erről egy kicsit szeretném a nézőket tájékoztatni. Török Bálint névadójának, Török Bálintnak a története, élete jelképszerű. Ez a rendkívül ügyes ember addig állt egyik oldalról a másikra, egyik király szolgálatából a másikéba, amíg az ország egyik legnagyobb és legtekintélyesebb ura lett az országnak, akit aztán végül a török szultán Cellel elfogadott, majd az isztambuli héttorony köré záratott. Hogy Török Bálint hogyan kapcsolódik a névadójához, arra nem tudunk egyértelmű választ adni. Egyes vélekedések szerint ő építette a Csikivölgyre, Nézőhegy kupjára egy várat, a másik álláspont szerint egy kasztellumot épített. Egy biztos, hogy az 1545-től 1686-ig tartó török uralom elpusztította nem csak Magyarország legnagyobb részét, de semmivé tett minden követ, minden írást arról, amely a múltunkról szólt. Egy néhány szóval hadd mutassam be Török Bálinton a Bálint Márton Általános Iskolát. Az iskola 1985-ben létesült, Török Bálinti Kísérleti Általános Iskola néven, amely az értékközvetítő és képességfejlesztő program fejlesztő és kísérleti helye volt. 1989-ben készségfejlesztő országos központ jött itt létre. 94-től az ELTE kísérleti gyakorlóiskolája lett, 1997-től a Janos Pannonius Tudományi Egyetem kísérleti gyakorlóiskolája lett, és 1999-ben vette saját fenntartásában Török Bálint önkormányzata az iskolát. Az intézménynek a típusáról is egy pár szót engedjenek meg, kedves tévénézők. 8 évfolyamos általános iskola, 5 évfolyamos angol-német nyelvet emelt szinten oktató gimnázium, 5 évfolyamos általános tantervű gimnázium és 5 évfolyamos szakközépiskola. 2011-től Keszler Márton az iskolának az igazgatója. És akkor a mögöttem látható új épületről is egy pár szóval hadd mutassam be a kedves tévénézőknek. A létesítmény 18 ezer négyzetméteres, 16 terem, 8 szakterem mellett van egy konferenciaterem, egy 500 négyzetméteres közösségi tér, D2 besorolású sportcsarnok, mely a testnevelési órák megtartására 3 szekcióra osztható. Aztán a sportlétesítmény 2 medencés uszodával is rendelkezik, egy 25 méteres tammedencével és egy 33 négyzetméteres versenymedencével.
A sportközpont területén két fallabdapálya, fitnessterem, szauna, gőz és showkabin található. A létesítmény udvarán tankert, szabadtéri sporteszközök és A típusú műfüves labdarúgó pálya várja a látogatókat. Mai napon ön is ellátogatott a Bálint Márton új iskola épületének az átadására. Mit lehet ebből tanulni? Hogyan lehet az itt megszerzett tapasztalatokat, ahogy beszélgetett a törökbálinti polgármesterrel, ezt átörökíteni mondjuk Budakeszire? Budakeszin is nagyon fontos lenne, hogy az általános iskolánknak a forfaépületét kiváltsuk. Mindent meg is teszünk ennek érdekében. A mi álmunk is, hogy egy nagyon szép általános iskolát egyszer megépítsünk, úgyhogy minden erre vonatkozó tapasztalat nagyon fontos lehet a budakeszieknek, hogy nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. És bízunk benne, hogy hamarosan Budakeszin is egy új iskola átadására kerülhet majd sor. 10 percen belül megérkezik Magyarország miniszterelnöke Orbán Viktor, aki ünnepélyes keretek között fogja átvágni a nemzeti színű szallagot. A Török Bálint életében ez egy rendkívül jelentőségű ez az esemény, hiszen egy fölépülhetett közel 7 milliárd forint értékben az általános iskola és középiskola, valamint a sportközpont. Egy pár adattal hadd szolgálja kedves nézőinknek az építés történetéről. Török Bálint város önkormányzata 2009 nyarán döntött arról, hogy a megnövekedett iskolai férőhelyigény, valamint a város lakóinak sportolási igényének kielégítésére iskola és sportközpont építésébe kezd. A létesítményt építési koncessziós szerződés formájában kívánta megépítetni, 8 esztendőn át üzemeltetni. A döntésnek az volt az alapja, hogy 2009. júniusában Török Bálintra helyezte székhelyét az egyik legnagyobb telefon, mobil szolgáltató cég, és annak az iparüzési adója 2-2,5 milliárd forint éves többlet bevételhez juttatta a várost. A közbeszerzési eljáráson kiválasztott beruházó évi 1,4 milliárd forintot kér a létesítmény megépítésért és üzemeltetésért. A város joggal bízott abban, hogy ezt az összeget a helyi iparüzési adóiból, adóbevételeiből fedezni tudja. Így az építkezés meg is kezdődött 2010. május 25-én. 2010. novemberében viszont a helyi adókról szóló törvényben olyan változás lépett érvénybe, amely alapján a távközlési szolgáltatók helyi iparüzési adójukat nem a székhely szerinti településeken fizetik meg, hanem kötelesek a szolgáltatást igénybe vevők számlázási címei szerinti települések között megosztani. A törvénymódosítás következtében a város olyan jelentőségű összegű bevételtől esett el, amely gyakorlatilag finanszírozhatatlanná vált, így kénytelen volt a város az akkor 44%-os készültségű beruházás leállítása mellett dönteni. Mint ismeretes, a korábbi kormányzati ciklusok során kötött előnytelen és utólag finanszírozhatatlanná vált PPP szerződést illetően az állam kiváltotta a vállalkozó hitelét a banknál, és ezzel a lépéssel lehetővé vált, hogy a 2 éve befejezetten álló épületegyüttes kivitelezése folytatódhasson. Jelentős fejleménynek értékelte a város képviselőtestülete, hogy az objektív helyzetbemutatás nyomán az új Széchenyi terv rövid időn belül megjelenő kormányzati bejelentése már vállalásba helyezte a török bálinti iskola beruházás befejezését. Az állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT 2012. november 23-án az eredetileg szerződött műszaki tartalommal a kivitelező Svitelszki Kft. Eredeti 2010-ben adott árán vállalta a beruházásnak az átvételét és befejezését. Szoros műszaki ellenőrzés mellett 2013. augusztus 15-ére a beruházás befejeződött. Az iskola és a tornacsarnok épületrészekben, kertészeti területeken. Hátra van az úszoda és a kapcsolt részeinek próbaüzeme, gépészeti üzempróbája, melynek szerződésszerű teljesítésére 2013. szeptember 30-áig fog sor kerülni. Még egyszer elismételném kedves tévénézőinknek, hogy tulajdonképpen ez a csodálatos épületkomplexum, ez miből is áll? Ez egy 18 ezer négyzetméteres létesítmény, 16 teremmel, 8 szakteremmel, ami kibővül egy konferenciateremmel,
egy 500 négyzetméteres közösségi térrel, ami az oktatói nevelői munkát szolgálja. D2 besorolású sportcsarnok, aztán két medencés úszoda található, egy 25 méteres tanmedence és egy 33 méteres versenymedence. A sportközpont területén két fallabdapálya, fitnessterem, szauna, gőz és sókabin található. A létesítmény udvarán tankert, szabadtéri sporteszközök és A-típusú műfüves labdarúgó pálya várja látogatókat. A beruházás fontosságát jelzi, hogy a megnyitó ünnepségen, az átadó ünnepségen Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke fogja átvágni a nemzeti színű szalagot. Tisztelettel köszöntöm Selmeci Gabriellát. A köznevelésnek a rendszere Magyarországon új időszámítását éli, gyakorlatilag a 3 éves, 3 hónapos munka egyfajta lezárásaként. A mostani tanévben nagyon sok változtatás lett. A parlament szavazott augusztus 27-én az új köznevelési törvénynek a módosításáról. Miért volt szükség a változtatásra? Nagyon fontos, hogy most szeptembertől elindul a pedagógus életpálya. Ez egyfelől azzal jár együtt, hogy végre a pedagógusok béremelést kapnak. A nyári rendkívüli ülésre azért volt szükség, mert kiterjesztettük azokra a béremelést, azoknak a körére, akik egyéb munkakörben dolgoznak az oktatásban. Tehát egy sokkal nagyobb kör, mondhatnám, hogy egy teljes kör kap szeptembertől béremelést. A béremelésnek az alapját pedig a magyar emberek teljesítménye, munkája teremtette meg, úgyhogy ebből adódott, hogy meg tudjuk lépni a béremelést. Egy rendkívüli eseménynek a helyszínén vagyunk, itt Török Bálinton a város önkormányzat és az állam közreműködésével felépülhetett egy csodálatos 16 termes, 8 szaktermes általános iskola és középiskolának, ugye a tagiskola rendszere. Önnek mi erről a személyes véleménye? Hát ha személyes véleményemet kérdezi, akkor én először a csodálkozás hangjának adnék terepet. Gyönyörű az iskola, Török Bálint méltán lehet büszke a török bálinti lakosok arra, hogy itt az ő városukban, az ő településükön megvalósult ez a beruházás. Ez az iskola, nem is beruházásnak hívnám ezt, hanem tényleg ez egy rendkívül modern iskola. Itt nem fog problémát jelenteni az, hogy minden nap kell testnevelés órát tartani, aminek egyébként nagyon sok szülő örül. Igazából a lehetőségét kell megteremteni. Na hát itt ez nem lesz probléma. Itt nem lesz probléma az sem, hogy novembertől beindul a kötelező úszásoktatás is. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a csodálatnak, a tiszteletnek adhatunk hangot. Én nagyon jó munkát kívánok a pedagógusoknak, akik itt kezdik el most a munkájukat, a hivatásukat, és nagyon sok örömet kívánok a kisdiákoknak, és hát a nagyobb diákoknak, akiknek megadatott, hogy ide járhassanak. Megérkezett Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, aki 10 percen belül át fogja vágni a nemzeti színű szalagot. Az átadási ünnepségen az iskolának a felső tagozatos és a középiskolás diákjai vesznek részt. Az általános iskolás diákoknak, illetőleg az iskola valamennyi tanulójának délután fog sor kerül a Tanyi Mitó ünnepségére. Köszöntöm kedves vendégeinket! A Bálint Márton általános iskola és középiskola sportközpont elkészült. Felkérem Orbán Viktor miniszterelnök urat, Turai István Török Bálint város polgármesterét, Kessler Márton igazgató urat, Bognár Árpád, a Sziteszki Magyarország Kft. Igazgatóját és a török bálinti diákokat a szalagátvágással, avasságára létesítmény. Hatalmas a tömeg, óriás érdeklődés kíséri Orbán Viktornak ezt a gesztusát, hogy megtiszteli Török Bálintot azzal, hogy a nemzeti színű szalagot átvágja. Most pedig, ahogyan láthatják, kedves tévénézők, Orbán Viktor, illetőleg a prominens személyek bemennek az általános iskolába és a középiskolába, és hamarosan elkezdődik az átadási ünnepség.
Jó napot kívánok! Keszler Márton vagyok, a Bálint Márton általános iskola és középiskola igazgatója. Sok szeretettel köszöntök minden kedves meghívott és megjelent vendégünket, tanártársaimat, diákjainkat, a Bálint Márton általános iskola és középiskola és sportközpont avató ünnepére. Külön tisztelettel köszöntöm Orbán Viktor miniszterelnök urat, Tura István, Török-Bálint páros polgármesterét, minden megjelent minisztert, államtitkárt, és a magasrangú hivatali személyeket. Külön tisztelettel köszöntöm az eseményeket tévékészülék előtt követőket. Ahhoz a kevés szerencsés emberhez tartozom, akik ennek a 21. századi és valószínűleg Közép-Európa egyik legmodernebb iskolájának elkészülését a születésétől az avatás napjáig szemmel követhettem. Bízom benne, hogy tanártársaimmal tudunk élni a technika által nyújtott lehetőséggel, továbbá bízom abban, hogy az új modern és diákközpontú épület újabb motivációt jelent tanulóinknak, és ez teljesítményekben is tetten érhető lesz. Engedjék meg, hogy megragadjam az alkalmat, hogy tanártársaim, diákjaim és a szülők nevében megköszönjem az iskolaépületet megálmodójának, a döntéshozóknak, a finanszírozóknak és a kivitelezőknek, hogy az oktatás és nevelés szinterének egy ilyen impozáns épületet és környezetet biztosítottak. Nem kívánhat senki szebb és felemelőbb pillanatot a tanév kezdéshez. Ezt a pillanatot megragadva ezen nem megnyitom a 2013-14-es tanéve diákjaink részére. Köszönöm szépen! Kérem szépen, a kórus vezetésével énekeljük el a himnuszt. Köszönöm szépen! Felkérem
Turai István, Török Bálint város polgármesterét, mondja el ünnepi beszédét. Tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt miniszterasszony, államtitkárasszony, kedves vendégeink, kedves iskolakezdő fiatalok! Fontos ez a nap Török Bálint életében. Minden idők legnagyobb helyi közcélú beruházásának avatása, hát természetes, hogy mérföldkő egy település életében. Az intézmény, amelynek kapuja előtt pár perccel ezelőtt vágta át miniszterelnök úr a nemzeti színű szallagot, Török Bálint és a környék lakóinak készült mindannyiunk büszkesége. Megesik néha az emberrel, hogy olyas valamit kap, aminek nem tud igazán örülni, melyikünk ne kapott volna már, nem tetszik ajándékot. Most azonban az a különleges helyzet állt elő, hogy Török Bálint város valami olyasmit kapott, amit maga álmodott és tervezett meg, és amelynek építését, berendezését szinte napról napra, hetente kísérte figyelemmel. Még 2009 nyarán döntött a város vezetése arról, hogy megnövekedett iskolai férőhely igény és a sportolási lehetőségek bővítésére iskolát és sportközpontot épít. Mi bátran kezdtünk bele ebbe az építkezésbe, hiszen az elhatározás alapja az volt, hogy 2009. júniusában Török Bálintra helyezte székhelyét az egyik legnagyobb távközlési szolgáltató. Ennek helyi adója a várost hozzájutotta a megvalósításhoz szükséges forrásokhoz. Az építkezés 2010. május 25-én meg is kezdődött. 2010. novemberében azonban olyan változás állt be az adótörvényben, amely lehetetlenné tette a beruházás folytatását. Az akkor már a feléhez közeledő építkezés leállt. Segítségért a kormányhoz fordultunk. Az új Széchenyi terv rövid időn belül megjelenő kormányzati bejelentése már vállalásba helyezte a Török Bálinti iskola beruházás befejezését. A tárgyalások a feltételekről a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és az állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-vel ezt követően kezdődtek meg. 2012. júliusa és novembere között folytatott intenzív egyeztetéseknek az lett az eredménye, hogy megállapodás született a beruházás folytatásához, és ennek a legfontosabb döntései a következők voltak. Török Bálint város eladta az államnak jelképes 1 forintért azt a 7,5 hektáros belterületi ingatlant, amin ez az épület ingatlan együttes most áll. Azért, hogy az állam a saját tulajdonán építhessen. Az állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT az eredetileg szerződött műszaki tartalommal a kivitelező Switelski Magyarország Kft. Eredeti 2010-ben adott árán, azaz 6,7 milliárd forintért vállalta a beruházás átvételét és befejezését. Török Bálint város a 2 év leállásból származó többletköltségekből 725,8 millió forint megfizetését vállalta, ezt további 70 millió forinttal egészítette ki a létesítmény eszközeinek és felszereléseinek beszerzésére. Az állam külön 106,8 millió forint támogatást nyújtott a létesítmény melletti utca felújításához, melyet a város 15 millió forinttal egészített ki. A tárgyalások eredményes lezárását követően tavaly novemberben, szinte napra pontosan 2 éves leállás után az építkezés folytatódhatott. Az állam átvette a beruházást és befejezte a létesítmény építését. Tisztelt vendégeink! Ebben a 18 000 négyzetméteres létesítményben 25 tanterem mellett egy lépcsős konferenciaterem és egy 500 négyzetméteres közösségi tér szolgálja nem csak az oktató munkát, hanem a város kulturális igényeit is. E két terem tiszteletünk jeleként két Török Bálinthoz szorosan kötődő, országos hírű és munkásságú pedagógus nevét viseli. Dr. Fekete József professzorét, a Műegyetem Tanárképző és Pedagógiai Intézetének alapítójáét, és dr. Zsolnai József professzorét, az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Pedagógia Központ alapítóigazgatójáét. Az intézmény sportlétesítményének legnagyobb eleme ez a sportcsarnok, mely testnevelési órák megtartására 3 külön szekcióra is bontható,
és hát aztán iskolai időszakon kívül akár nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas küzdőtérrel és közvetítő rendszerrel rendelkezik. A sportlétesítményt két medencés uszoda egészíti ki, a gyermekek úszás oktatására egy kisebb medence szolgál, így mellette egy 33,3 méteres medence található, mozgatható végfallal 25 méteresre alakítható. A sportközpontban van még két fallabdapálya, fitnessterem, szauna, gőz és sókabin. A létesítmény udvarán iskolakert, szabadtéri sporteszközök és műfüves pálya is várja a látogatókat. A létesítmény energiaellátását megújuló energia biztosítja, és nem ez az első épületünk itt Török Bálinton, amely a fűtési és hűtési energia felhasználását nagy részben geotermikus energiából biztosítja. Pár évvel ezelőtt egy óvodát már így építettünk, és az kitűnően vizsgázott ezzel a megújuló energiaellátó rendszerrel. Itt összesen 180 darab 100 méter mélyre fúrt kút télen és nyáron 14 fokos áramló közegből nyeri ki, illetve szállítja el a hőenergiát. Nagy teljesítményű hőszivattyúk működnek, fűtik, illetve hűtik az épületet, kiemelkedően magas a hőszigetelése. Az uszoda vizének és a csarnoknak a fűtését az épület tetejére telepített napkollektorrendszer végzi. Fontos tudni, hogy ez az új létesítmény egyben újabb munkahelyek megteremtését is maga után hozta. 47 új munkahely keletkezett, 47 új munkatársam gondozza, őrzi az épületet, teljesíti a szolgálatot létesítményben. Mindez nyilvánvalóan jelentős fenntartási költségekkel jár együtt, ám az épület jellege, gazdaságos energiafelhasználása, valamint különösen a sport és szabadidős szolgáltatások árbevételei hozzá fognak járulni a működés költségeihez. Tisztelt miniszterelnök úr! Mi ebben a városban nem alaptalanul bíztunk önben és kormányában. Itt ez a szép létesítmény, és hogy ez elkészülhetett, azt elsősorban önnek és kormányának köszönhetjük. Ugyanakkor azt is köszönjük, hogy ezzel a nagyvonalú gesztussal egy időben a város 1,6 milliárd forintos adósságállományából 60%-nyit, közel tehát 1 milliárd forint átvállalásáról is döntöttek. Köszönjük szépen! Külön köszönetemet fejezem ki a város nevében Hegmanné Nemes Sára államtitkárasszonynak, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium munkatársainak, akik sok-sok órát áldoztak arra, hogy a beruházás állami átvétele minden tekintetben jogszerű, gazdaságos és persze átlátható legyen. Köszönet azért a külön segítségért, amely az intézmény előtti utca felújításához teremtett ugyancsak állami forrást. Itt köszönöm meg az állam nevében eljáró, tulajdonosként eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-nek, vezérigazgatójának és szakmai igazgatóinak, jogi munkatársainak önzetlen, odaadó alapos munkáját. Ugyancsak köszönetemet fejezem ki a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT által megbízott lebonyolító és műszaki ellenőr szervezetnek, a cég ZRT-nek és munkatársainak. Köszönjük a kivitelezőnek, a Svitelszki Magyarország Kft.-nek, vezérigazgatójának, vezetőjének, szakemberének és számos alvállalkozójának a kitűnő munkát. Általában természetes, hogy egy építkezés kapcsán a kivitelező, a megrendelés, most mint önkormányzatunk, a majdani üzemeltető között szakmai viták és nézeteltérések vannak. Nem volt ez másképp most sem. Az azonban ritkán fordul elő, hogy a kivitelező értője és befogadója legyen a kéréseknek, kérdéseknek. A Svitelszki Magyarország munkatársai ritka kivételnek számítottak, jó partnereink voltak, köszönet illeti őket ezért. Köszönettel tartozom munkatársaimnak, Hajdú Ferenc és Elek Sándor alpolgármester uraknak, képviselőtestületünk tagjainak, városunk korábbi és jelenlegi jegyzőjének, irodavezetőjének, hivatalunk szakemberének. Külön köszönet illeti a Bálint Márton általános és középiskola igazgatóját, Keszler Márton urat és tantestületét türelmükért, áldozatvállalásukért, melyel a felszerelések, berendezések meghatározását, átvételét segítették. Engedjék meg, hogy külön említsen meg név szerint Molnár Tibor polgármesteri referens urat, aki egy személyben lelke, beruházói, szakmai felügyelője és irattára volt ennek a négy esztendeje tartó projektnek. Török Bálint város köszönettel tartozik Magyarország kormányának a létesítmény megépítéséért, és köszönet illeti mindazokat, akiknek a beruházás sikeres befejezésében része volt.
Kedves miniszterelnök úr, mi egy pár szót váltottunk arról az iménti megbeszélésen, hogy ez a létesítmény, amit most átad, ez a beruházásnak az első fázisa volt. Az építési engedélyt ugyanis eredetileg két részre bontottuk. Ebben az első fázisban az iskola, a sportcsarnok és az uszoda épült meg. A második fázist már indításkor későbbre halasztottuk, így ennek a beruházásnak az nem volt része. Az iskola udvarának a területén ugyanis egy szabványos méretű focipályát terveztünk, atlétikai létesítményekkel, futókörrel, távol- és magasugró helyekkel, mi egyebekkel. Öltöző és lelátó, esti világítást tenné teljessé a sportlétesítményt. Az elmúlt hetekben jelentették be a helyi sportegyesületek igényeiket a létesítményeink használatának ütemezésére. Én azt látom ebből, hogy egyre szélesebb a sportolni vágyó fiatalok száma, és szerencsére egyesületeink kiemelt figyelmet fordítanak az utánpótlás nevelésre. Ezek az igények nem csak a csapatsportok területén jelennek meg, de egyre jelentősebb itt a térségünkben az atlétika területén is. Mi nagyon szeretnénk, ha megépülhetne a sportpálya is. Ha a város egy kicsit jobb gazdasági helyzetbe kerülhetne, és ha a város gazdasági társaságok, a helyi gazdasági társaságok továbbra is élni fognak a sporttámogatások társasági adókedvezményével, én akkor biztos vagyok abban, hogy ez a sportpálya megépülhet rövidesen. Mi szeretnénk ennek érdekében mindent megtenni, kérjük azonban miniszterelnök úr és kormánya korábbiakban már megtapasztalt segítő támogatását is. Kedves fiatalok, az iskola és a sportcsarnok, az uszoda készen áll. Sokan nagy áldozatokat hoztak azért, hogy megvalósulhasson. Most rajtatok a sor, mert én úgy hiszem, hogy ha használjátok, akkor közületek fognak kikerülni a jövő hosszú katinkái és Szilágyi Áronnyai. Legyen így. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen, polgármester úr. Hallgassuk meg Vaszi Anna, Bálint Márton iskola 9. B osztályos tanulójának szavalatát. Juhász Gyula, himnusz az emberhez. Az emberhez szól himnuszom ma. Hittel hat harsogom dalom. Nagy ismeretlenek helyében, dacos fejem meghajtva mélyen, szeliden és örök reményben. Ez ismerős magasztalom. Tudjátok-e, hogy mi az ember? A por, s a végtelen fia. Isten teremtő földi szellem. Kemény pöröly, vas végzet ellen. Ezer fönséges küzdelemben viaskodó. Harmónia. Nézzétek! Napba törtetően, mint épít büszke kupolát, egekbe lendő lelke, karja, kőhomloka, ércakaratja, győzelmesen száll a magasba, és mélységekbe száll tovább. Ember! Hittel hiszek te benned. Ember! Forrón szeretlek én. Te nyomorúságos, te hatalmas, te végzetes, te forradalmas, te halálban is diadalmas, utód az Isten örökén. Felkérem Aracki András, országgyűlési képviselő urat, tartsa meg beszédét. Igen, tisztelt miniszterelnök úr, miniszterasszony, államtitkárasszony, polgármester úr, alpolgármester urak, kedves diákok, pedagógusok és kedves szülők.
Engedjék meg nekem, hogy mondandómat egy Talmud idézettel kezdjem. Amikor a fiadat oktatod, a fiad fiát is oktatod. A fiú fiának jó és nemes oktatásához nem csak szándék, lélek és elkötelezettség, hanem tárgyi feltételek is kellenek. Ezért örülök különösképpen is annak, hogy már elérkezhetünk ennek a modern, minden jogos igényt kielégítő, valóban 21. századi oktató-nevelő iskola komplexumnak az átadásához. Az a sok nehézség és bonyodalom, amelyeket az előző kormányzat ténykedése okozott, mára a polgári keresztény kormánynak, Csenge Zalán Zsolt képviselő úrnak és Törik Bálint vezetésének, végül és nem utolsó sorban a dolgos munkás kezeknek köszönhetően megoldódott. Az előntelen beruházás miatt kialakult nehézséget sikerült orvosolni, és már egy tiszta, átlátható rendszer keretében létrejöhetett az a közösségteremtés segítő, a jövő generációkat szolgáló intézmény. Aki iskolát épít, az bízik nemzetének, hazájának jövőjében, és aki tanítást vállalja, tudást átadónak szegődik, egy nemes misztérium résztvevője lesz. Ahogy Colin Wilcox szerint, mert ő így mondta, a tanítás az optimizmus legnemesebb megnyilvánulása. Nekünk magyaroknak van egy másfajta optimizmusunk is, amit Klebersberg Kuno így definiált. A magyarságnak igaz ereje, mintha abban állna, hogy a legnagyobb katasztrófákat is ki tudja állni, és utánuk belső megújulásra képes. Ezt a felfogást nevezem én történelmi optimizmusnak. És mert a nemzet rejtett megújító erőit minden téren munkában látom, ebből vonom le jelen helyzetünkre nézve optimizmusomat, amely nem kedély hangulat, hanem történelmi szemlélet eredménye. Meggyőződéssel és a magyar történelmi optimizmussal mondom, hogy az iskola új épülete szerencsés időszakban született. A korszerű és minden igényt kielégítő épületegyüttest résztvevője annak a köznevelést megváltoztató, átfogó és korszakalkodó átalakításnak, amely ma zajlik, és amely alapjaiban változtatja meg az új generációk felnövekedésének feltételeit és körülményeit. Ez az épület a jövőben nem a globalizált tudat és az anyagiak, a nyereség és az egoizmus és az individualizmus elsőségének eszményét lesz hivatott továbbítani gyermekeinknek, a jövő felnőttjeinek. Nem azt várjuk tőle, hogy további elszemélytelenedést, a rideg piacközpontúságot és a haszonelvűséget hirdesse fiataljaink számára. Sokkal inkább arra lesz hivatott, természetesen a szülő közreműködésével, hogy a tudást emberközpontúsággal, erkölcsös megközelítéssel, a többi személy iránti szolidaritással, az emberi méltóság tiszteletben tartásával adja át, és neveljen a közjó előmozdítására. Ezt a célt, ezt az elvárást a neves ferences szerzetes Bőte Csaba így fogalmazta meg. Az óvodáinknak, iskoláinknak nem bajnokképző tanfolyamoknak kellene lenniük. Nem hiszem, hogy egy iskola versenyistáló kellene legyen, ahol egyetlen dolog számít az individuális eredmények, a sikerek, hanem az életre való felkészítő, az élet szerves részét alkotó terek, ahol egy reális világba kilépésre készítjük fel gyermekeinket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves tanulók! A mai nap ünnepe Török Bálintnak, de úgy gondolom, hogy ünnepe a nemrég megalakult érdi járásnak is. Mert biztos vagyok abban, hogy az új iskola hatással lesz a járás településének fejlődésre. Lesz olyan szellemi kisugárzása, amely erősíti járásunk erejét, összetartozását. Az itt végzett diákok tehetségükkel, tudásukkal formálják és befolyásolják majdan Török Bálint és a környező települések arculatát, fejlődését. Ezért is örülök ennek az ünnepnek. Mivel pedig Klebersberg gróf azt is mondta, hogy nekünk, magyaroknak valóságos nemzeti betegségünk a sok beszéd, melynek csak egy ellenszere van a tett. Ezért nem is szaporítom tovább a szót. Kívánom, hogy az intézmény a jövőben váljék a kicsinyek és nagyok, Török Bálint, az ország és a nemzet egész javára. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Fogadják szeretettel Kolman Esztert, a Bálint Márton iskola 5. D osztályos tanulóját,
aki ebben az évben az országos prózamondó verseny első helyezését érte el. Börcsök Mária, faiskolában. Fűzfahajú fatanár a faiskolában, facsemete diákjait faggatja, hiába. Figyeljen most mindenki, akármilyen fajta, ragadozó állatot soroljon fel, rajta. Hajladoznak, forognak, susognak a lombok, ráncolódik a sok kis fahéj színű homlok. Végre aztán magasba lendülnek az ágak. Ragadozó, más néven növényevő állat, ordas őz, mert éhesen friss hajtásunk falja. Veszélyes a szarvas is a védtelen gajra. Támadnak a vadnyulak, és nincs hova mennünk. Csak a szelíd farkasok nem tesznek kárt bennünk. Felkérem Orbán Viktor miniszterelnök urat tartsa meg beszédét. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt polgármester úr, tisztelt pedagógusok, kedves szülők, kedves diákok, szeretettel köszöntöm mindannyiukat. Essünk túl az elején. Rögtön a legnehezebb ügyön. Az úgy szokott lenni, ahogyan a polgármester úr mondta, valami elkészül, a kormány vagy a miniszterelnök elmegy átadni, röviden megköszönik, hogy mindez létrejöhetett, és benyújtják a következő fejlesztési igényt. Ez itt sem történt másképpen. Úgyhogy polgármester úrnak azt tudom válaszolni, átesvén a dolgok nehezén, hogy természetesen nem emlékszem az elmúlt 4 évből olyan igényre, amikor valaki sportpályát, nem csak futballpályát, hanem akár úszodát, vagy atlétikai központot kért volna, szeretett volna létrehozni, lettek volna diákok, akik azt használták volna, és a kormány nemet mondott volna egy ilyen igényre. Tehát amennyiben a Jóisten is úgy akarja, és a magyar választópolgárok is úgy döntenek, hogy mi viseljük a felelősséget az ország közös dolgaiért a következő esztendőkben, akkor önök számíthatnak arra, hogy ezt a létesítményt a következő évben, 2014-ben és 2015-ben meg fogjuk építeni, és az önök rendelkezésre fogjuk bocsátani. Tisztelt hölgyeim és uraim, ritkaság számba megy, hogy egy iskolát az egyik volt tanáráról nevezzenek el, Bálint Márton 4 évtizeden át diákok nemzedékeinek egész sorát tanította. Az a tény, hogy az oktatási intézmény ma az ő nevét viseli, méltó tiszteletadásunk egy pedagógus hosszú életpályája előtt. A névadás bizonyítékul szolgál arra is, hogy Török Bálinton pontosan értik valódi eredményeket, csak a helyi pedagógusok áldozatos és odaadó munkájával lehet elérni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a világ dolgai felől tájékozódni akarók nap mint nap hallják az Európából érkező híreket, melyek arról szólnak, hogy a mi földrészünk hátrább szorul a földrészek és az országok versenyében. Mindenki arra a kérdésre keresi a választ, mit kellene megváltoztatni, hogy ismét emelkedő pályára állhassanak országaink, emelkedő és reménykeltő irányba fordulhasson az európai, köztük a magyar emberek élete is. Senki sem tudja erre a kérdésre a választ, tisztelt hölgyeim és uraim. Nincs közös európai válasz, minden ország saját maga próbálkozik. Mi magyarok 2010-ben arra a gondolatra jutottunk, hogy a toldozgatás, a foldozgatás nem segít, egész Magyarországot alapjaiban kell megújítanunk.
Már nem volt elegendő néhány reform, újra kellett gondolni az egész magyar életet, és benne az egész magyar oktatási rendszert is. Nem volt helyes az a korábbi gyakorlat, amely puszta gyermek megőrzővé változtatta az iskoláinkat. Nem volt érthető, hogy tanulási napokon, kora délután mit keresnek az utcán az általános iskolák diákjai. Nem volt helyes, hogy az iskolák olyan oktatási intézményekké váltak, ahol a nevelés háttérbe szorult, és csak pedagógusaink lelkiismeretességén múlott, sokan voltak ilyenek, hogy mennyi figyelmet fordítottak a gyermekeink emberi minőségének javítására. A nevelés szó eredeti értelmében testi és lelki növelést is jelent. A neveléshez hozzátartozik a napi rendszerességgel végzett testmozgás, a test nevelése is. Nem minden gyermekünkből lesz később olimpiai bajnok, de a mi felelősségünk, hogy a diákokban felébresszük az igényességet saját fizikumuk iránt. Ezért is vezettük be a mindennapos testnevelést. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az erkölcsi nevelés teremti meg annak kereteit, hogy a gyermekeink megfelelő értékrend elsajátítása mellett tájékozódni tudjanak a világban. Ehhez elkerülhetetlen volt a hit és erkölcstan bevezetése, hiszen végül is olyan embereket, olyan polgárokat szeretnénk nevelni, akik egy szilárd értékrendszer talaján állva különbséget tudnak tenni jó és rossz között. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mi azt valljuk, és az alaptörvénybe is belefoglaltuk, hiszünk abban, hogy a mai fiatalok nemzedékei fogják ismét naggyá tenni Magyarországot. Végül is minden ország olyan lesz, amilyen az ifjúsága. Ezért fektettünk és fektetünk hatalmas energiákat az oktatás, a kultúra és a sport megújításába. Ennek szellemében építünk és újítunk föl zeneakadémiát, színházakat, sportcsarnokokat, uszodákat, stadionokat és iskolákat. Ezért vette át az állam az iskolák működtetését, amellyel megszüntetjük azt a korábbi kirívó és bántó különbséget, amely az ország különböző részei között mutatkozott, és reményeink szerint a jövőben az ország minden szegletében azonos színvonalú és azonos minőségű oktatást adhatunk majd minden magyar gyermek számára, ha nem is egy csapásra, de fokozatosan és biztosan. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, céljaink megvalósításához szükség van olyan beruházásokra is, mint amire itt önöknél Török Bálinton került sor. Ez az iskola mától 16 új tanteremmel és 8 szaktanteremmel várja a becsengetést. De ami az ifjúság számára talán még izgalmasabb, az új tantermeken kívül immár egy korszerű sportcsarnok és uszoda is tartozik az iskolához. A török bálintiak büszkék lehetnek megújult iskolájukra. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ilyen nagyságrendű iskola építés Magyarországon talán a rendszerváltoztatás óta sehol sem valósult meg. Ez a siker Török Bálint sikere, de egyben Magyarország sikere is. Ahhoz, hogy az új iskola megvalósult, pontosan szemléltethetjük azt, a nagy és nehéz utat, amit mi magyarok az elmúlt 3 évben megtettünk. Pontosan szemlélteti, micsoda feladat volt kijavítani a múlt hibáit, kijavítani az előreláthatóan pénzügyi zsákutcába, adósságcsapdába vezető beruházásokat, terveket és fejlesztéseket. Kezdetben, mint hallhattuk a polgármester úrtól, az önök iskolájának fejlesztése is rögös útra került. De végül állami segítséggel sikerült átalakítani a terveket és megvalósítani a tervezett létesítményeket. Ez az a pont, ahol köszönetet kell mondanom az önök parlamenti képviselőjének, Csenger Zalán Zsoltnak is, aki talán még a kormányülésre is ellátogatott, és az udvariasság határát kívülről soroló módszerekkel, stílusban rendszeresen emlékeztette a miniszterelnököt, a kormány tagjait, a minisztert, egyáltalán mindenkit, aki élt és mozgott a kormány környékén, hogy itt egy komoly adóssága van a kormányzatnak, mert igaz, hogy az adórendszer átalakítása észszerű volt, az egész nemzet javát szolgálta, de ennek voltak nem kívánatos mellékhatásai,
például ennek az iskolának a jövőjére nézve, és az államnak bizony felelősséget kell vállalnia az iskola megvalósulásáért. Erre a kötelességünkre minden egyes alkalommal emlékeztetett bennünket a képviselő úr, hálás vagyok neki a töretlen lelkesedéséért, egy tapsot megérdemel, hiszen nélküle ma nem lehetnénk itt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ma már Magyarország képes arra, hogy fejlessze az iskoláit, fejlessze az oktatási rendszerét, és képes arra, hogy egyre több helyen valósítsunk meg hasonlóan nagyszabású fejlesztéseket a gyermekeink számára. Ezért indítottunk 2010. májusa óta összesen 359 iskolában iskolafejlesztési programot, mert tudtuk, ha az észszerű iskolafejlesztésre adunk pénzt, akkor a jövőbe fektetünk be. Ne felejtsék el, 359 iskolában fejlesztünk úgy, hogy közben egész Európa, benne Magyarország is szenved egy világméretű gazdasági válságtól. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szándékaink szerint mi egy olyan oktatási rendszert hozunk létre, amely nem konzerválja az egyes társadalmi csoportok közötti szakadékokat, hanem minden gyermek számára éljen az ország bármely területén, akár a legkisebb falujában is hazánknak, esélyt ad a tanulásra és így az előbrejutásra. Ezért fontos, hogy minden általános iskolás ingyen juthasson hozzá a tankönyvekhez. Első lépésként ebben a tanévben az első évfolyamosok és a rászorulók jutnak hozzá ingyenesen a tankönyvekhez. Ez itt az önök iskolájában például azt jelenti, hogy ha jól számoltunk, akkor 114 elsős diák kapja meg ingyen a tankönyveit. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mi egy olyan oktatási rendszert akarunk felépíteni, ahol nem csak tanulni érdemes, hanem tanítani is. Ezért alkottuk meg az új pedagógus előmeneteli rendszert, amely reményeink szerint kiszámítható és biztos jövőképet ad a magyar pedagógusoknak. Magyarország jobban teljesít, mint korábban, és mostanra eljutottunk oda, hogy beléphetünk a bérek és fizetések észszerű, gazdaságilag megalapozott emelésének korszakába, miközben Európa más országaiban ennek éppen az ellenkezője zajlik. Talán emlékeznek még rá, hogy elsőként az egészségügyi dolgozók, majd utána most a pedagógusok bérét emeltük meg. Erről néhány nappal ezelőtt döntött a parlament rendkívüli ülése. Ez egy folyamat kezdete, amelynek célja, hogy a magyarok fizetése minden területen és minden szakmában fokozatosan közelítsen az európai bérekhez. Én nem vagyok hajlandó beletörődni abba, hogy a magyarok munkája és tudása kevesebbet érjen, mint bármely más európai ország polgárai. Számomra a mai nap is arról szól, hogy már látszik, már érezhető, hogy volt értelme belekezdeni Magyarország teljes megújításába, volt értelme vállalni a vitákat, a küzdelmeket, gyakran a veszekedéseket, az átalakítások minden nyűgét, terhét, ma már vannak kézzelfogható eredményeink. Tisztelt Török Bálintiak, ha ezen az úton haladunk tovább, el fogunk jutni oda, hogy minden magyar iskolás ilyen szép és korszerű iskolában tanulhat majd, mint amit ma itt átadtunk önöknek. Kívánok mindannyiuknak, Török Bálint minden polgárának jó egészséget, a diákoknak sikeres, örömteli tanévet, sok új élményt és sok-sok sportolással eltöltött délutánt. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen, miniszterelnök úr! Felkérem önöket, hogy közösen énekeljük el a szózatot.
Milyen szerepe volt a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak abban, hogy most a mai napon átadásra került a Bálint Márton új iskolaépülete? A Fejlesztési Minisztérium volt az, aki alapvetően 2010 után a PPP konstrukciók felülvizsgálatát, ahol lehetséges volt, ott pedig a megszüntetését bonyolította, szervezte, tárgyalta ki a partnerek között, ebben az esetben is ez történt. A miniszterelnök úr a mai beszédében azt is említette, hogy 359 iskola átalakítási, iskolaépítési program indult el. Mennyire nehéz ezt menedzselni? Hát, ugye mindig attól függ, hogy milyen, mert hogyha egyszerűen az önkormányzatok képesek arra, hogy a saját területükön fejlesztéseket hajtsanak végre, vagy a központosított EMMI, az Emberi Erőforrások Minisztérium által irányított átalakításról van szó, aztán egy kicsit egyszerűbb, mint amikor a PPP konstrukciók megszüntetéséről beszélgetünk, mert ott ugye három félnek, három partnernek kell megegyeznie egy megfelelő árban és lehetőségben. És zárásként egy kicsit szubjektív kérdés, hogy most, hogy megtekintette az iskolai épületet, hogy elégedett a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium munkájával? Hát ez az iskolához kapcsolatban én azt gondolom, hogy amit meg lehetett tenni, azt mi megtettük. Összehoztuk a feleket, összehoztuk a partnereket. Azt, hogy az iskola szép lett és korszerű, azt viszont már nem gondolom, hogy magunknak indikálom azt a jogot, hogy ezzel büszkélkedjünk, de azt, hogy közreműködtünk, amiatt büszke vagyok. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Az elmúlt években nagyon sokat beszéltük a kormányhivatal teendőiről a közigazgatás átszervezésével kapcsolatban, de arról még nem, hogy milyen feladatai vannak mondjuk a közoktatási törvény változásával kapcsolatban. Mi a kormányhivatal feladata? Az oktatási főosztályunk már évek óta folyamatosan a törvényességi felügyeletet gyakorolja az önkormányzatok felett. Azt jelenti magyarra lefordítva, hogy minden olyan dolog, ami az iskolákban, oktatás-nevelés területén zajlik, ott a törvényesség betartása, illetőleg a jogszabályok betartatása az a mi, a kormányhivatal feladata. Másfelől pedig az elmúlt években a megyei intézményfenntartó központ a kormányhivatal keretein belül működött. Ez azt jelentette, hogy magának a fenntartói feladatoknak az átvétele, az önkormányzatoktól való átvétele is a mi feladatunk volt, és miután az önkormányzatoktól, úgy a megyei, mint a helyi önkormányzatoktól átvettük az iskolákat, ezeket konszolidáltuk, rendbe raktuk, úgymond rendszereztük, és továbbadtuk a minisztériumnak, a szakminisztériumnak, így most már az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Klebersberg Intézményfenntartó Központon felel ezekért a feladatokért. Maradt tehát újra a tisztán törvényességi felügyelet, hogy minden rendben legyen az iskolákban, a gyerekek, a diákok jogai is rendben legyenek, a feltételek is biztosítva legyenek. Na, ezek fölötti törvényességi őrködés, ez a kormányhivatal feladata. Az új közoktatási törvény egyik fontos momentuma az, hogy minden nap sportolhatnak a gyerekek. Ezt nem minden iskolában lehet megvalósítani, itt a Bálint Mártonban speciál igen. Mit lehet ilyenkor tenni mondjuk egy olyan iskolában, egy olyan általános iskolában, ahol elég kicsi a tornaterem, nagyon kevesen férnek el, és ahhoz képest elég sok a diák? 5 gyermekem van, és mindegyik iskolába jár, most már a legkisebbet kivéve, és valóban fölmerül ez a kérdés a mindennapos testnevelés kapcsán. Én azt gondolom, hogy ha
Azt az utat követtük volna a kormányzat részéről, hogy várunk, amíg minden iskolában a lehető legmagasabb szintű feltételek adottak, akkor soha nem vezettük volna be a mindennapos testnevelést. Én azt gondolom, hogy a mindennapos testnevelést ad abszurdum úgyis meg lehet tartani. A mi gyerekkorunkban például így volt, hogy háztömböket futottunk, távolugrást végeztünk a homokozóba és egyebek. Én nem azt mondom, hogy ez az ideális, de fontosabb volt elindítani a mindennapos testnevelés akcióját, és mellé majd az intézmények is fölállnak, tehát a feltételek is mindenhol adottak lesznek. Megjegyzem, most itt Pest megyében több mint 95% a feltételek adottsága, tehát 95%-nál nem probléma a tornaterem biztosítása, az 5%-nál pedig arra törekszünk, hogy például ilyen beruházásokkal, amely kormányzati pénzből valósult meg, ez létrejöhessen. Ön is említette, hogy apuka, hogy egy kicsit szubjektív kérdés, hogy szülőként szívesen járatná ide a Báli Márton vagy gyermekét? Hát nézze, csak ezen a sportcsarnokon és az osztálytermeken végignézve egyértelműen igen a válaszom, bár megjegyzem, a legtöbb a pedagógusokon, a tanárokon, na meg a gyerekeken, és nem utolsó sorban a szülőkön múlik. Éppen mielőtt idejöttem volna, a gyermekem, a negyedik gyermekem az első osztályt kezdte meg, tehát nagy izgalommal mentünk együtt az első tanórára. Hát majd délután a tapasztalatokat is fel fogom gyűjteni, hogy sikerült. Fontos, nagyon fontos, hogy a feltételek adottak legyenek, de a tanárokon, pedagógusokon, a gyerekeken és a szülőkön múlik a legtöbb. Köszöntöm Maracki Andrást, Érdés térségének országgyűlési képviselőjét. Mai napon átadásra került a Bálint Márton általános és középiskola új épülete, és azt is érdemes tudni, hogy Érden van a tankerület. Milyen érzés ez ön számára? Mit tudnak profitálni Érden és a környéken élő diákok ebből az új intézményből? Én úgy gondolom, hogy nagyon sokat. Egyébként a török-bálinti oktatásból eddig is a környék egész Szászhalombattáig kiterjedően nagyon sokat profitált. Zsolnai módszer alkalmazása először ebben a térségben, kis térségben indult el innen török-bálintról, és úgy gondolom, hogy az innováció, aminek a lehetősége megvan ebben az iskolában, akár oktatási módszerek, akár közösségfejlesztés, akár sport területén, ezt az innovációt át tudják venni a település, illetve a járás többi iskolái is, tehát én ezt pozitívnak látom, és ahogy földrajzilag is, ha nézzük, ez itt az autópályák mentén egy könnyen elérhető helyen van ez az iskola, azt lehet mondani, itt Török Bálint a tudással, az oktatással fogadja az ideérkezőket, és hát nem messze van attól Török Bálint, szerintem el is fogja ezt érni, hogy iskolavárosnak is lehet előbb-utóbb nevezni. Bízom benne, hogy ez a fajta dinamizmus, amiben a városban megvan, ez a fajta kreativitás, összefogás egymás iránt, meg egymással, ez eredményes lesz, nem csak Török Bálintra vonatkozóan, hanem az egész járásra. Csenger Zalán Zsoltot tisztelettel köszöntöm. Minek köszönhető az, hogy ilyen nagy mértékben kiemelésre került az ön szerepe? Hogyan kell ezt elképzelni? Én azt hiszem, hogy nagyon megtisztelő miniszterelnök úrtól, hogy itt külön megemlített. Nyilván országgyűlési képviselőként némi szerepem volt itt a dolgokban, de talán azért ennyire nagy ez mégsem volt. Végeztem azt a munkát, amivel a választók megbíztak, és nagyon szerencsés az a helyzet, hogy azáltal, hogy Magyarországon már jobban teljesít, egy ilyen gyönyörű épületet, egy ilyen gyönyörű komplexumot kormány segítséggel meg tudott építeni Török Bálint, és ez a lényeg, ez a legfontosabb, azt hiszem. A miniszterelnök úr említést tett arra, hogy 359 iskolának támogatást nyújt. Itt az ön körzetében tud-e arról, hogy melyek azok az iskolák, akik még ebben a támogatásban majd részesülnek? Ebben a körzetben, ugye itt most változtak a választókerületek, illetve a körzetek, ilyenről még nem tudok, amit nagyon szeretnék elérni, hogy Biatorbágyon, ahol komoly gondot jelent az iskola kérdés, ott egy új iskolát kellene építeni, konténerekben vannak ma a tanulók, erről beszéltem már miniszterelnök úrral is, miniszterasszonnyal is, ez mindenképpen nyilván már a következő cikluson nyúlik, de ott is lépnünk kell. Köszöntöm Kessler Mártont, a Bálint Márton általános és középiskola intézményvezetőjét. Mennyire volt hosszú és rögös ez az út, ami idáig vezetett, hogy a mai napon átadásra került az új iskolaépület? Jó napot kívánok!
Rögös is volt, és nem. Rögös azért volt, mert az építés elkezdése, az megálmodóknak az álma az polgármester úr fejében született meg. Az álom elindult, és végrehajtották, hiszen egy oktatáspárti önkormányzatot tudhatunk magunk mögött, akik eltervezték és meg elindították az építkezést egy PPP konstrukcióban. Majd egy adózási váltással az adóforrás, amire alapozták ezt az építkezés projektet, az kifogyott Törökbányt alól, ezért leállították az építkezést, és hosszas egyeztetések után, polgármester úr, országgyűlési képviselők egyeztetése után a kormány mégis úgy döntött, hogy ebben a helyzetében segít, hiszen kifogyott az a pénz, ahol egy iskola nem állhat félkészen, és az a probléma, amely az iskola mögött áll, hogy minden évben két osztállyal több tanuló kerül be az iskola falai közé, és ezzel kifogytunk az iskola osztályaiból, mindenkiben meghallgatásra talált, és úgy döntöttek, hogy befejezik ezt az építkezést, és idén, tavaly novemberében már el is kezdték az építkezést, és úgy gondolom, hogy nagyon komoly ütemben épült az egész, és a rögösség annyiban rögös, hogy igen, itt voltunk minden nap, és minden nap egyeztetések voltak, hogy pontosan a gyerekek érdekét szolgálva milyen belső átalakítások kerüljenek bútorzatban, főleg, hogy hogy nézzenek ki a bútorzatok. Mi annak az oka, hogy évről évre egyre többen választják ezt az intézményt? Remélem, hogy az iskola hírneve, remélem, hogy az iskolában folyó pedagógiai munka egy ilyen megítélés a környezetében és a környéken. Remélem, hogy az az út, amit az iskola bejárt Zsolnai József vezetésével és elindításával az iskolába, és annak is voltak hullámvölgyei, oda jutott most a mai napon már, hogy ezek az utak vagy legalább minőség szinten tartását biztosítják, vagy pedig fejlődés, új motivációkat kaphatnak, új lendületet mind a pedagógusok, mind a diákok. Mennyire látszik meg az a jelentkezési számokban, hogy most szeptember 2-ától átadásra került az új iskola épület, és ezzel a Bálint Márton általános és középiskola Közép-Európa egyik legmodernebb intézményévé vált? Az általános iskolai jelentkezések azok jelentősek. Még a középiskola ugyanazt a szintet hozza, tehát többszörös a túl jelentkezés a középiskola továbbra is. Olyan mértékű jelentkezés többlet nem volt tapasztalható az elmúlt évben, akik már tudták, hogy itt új iskola épül. Egy biztos, hogy a mi tanulóink közül, akik nálunk végeznek 8. osztályban, és kitűnő eredményekkel végeznek, egyre többen maradnak az iskolába, és itt folytatják tovább, nem mennek a másik iskolába, középiskolába. Ön is említette, hogy a Bálint Mártonnak igencsak jó hírneve van, hiszen a színvonal egész magas. Minek köszönhető, hogy évek óta konzisztensen magas az oktatás színvonala? Csak azt tudom ismételni, hogy szerintem a pedagógusainknak a munkája az, ami ezt létrehozhatja, és az a, hál' Istennek, valószínűleg jó szülői háttér, akik a gyerekeikért áldozatokat hozók, és a gyerekeikért odafigyelő szülői hátteret jelenti, hiszen ez csak a pedagógusok, a szülők és a diák közös munkájaként jöhet meg, a tanuló sikerélménye vagy sikere. Azok kedvéért, akik ide szeretnék iratni a gyermeküket, mi kell ahhoz, hogy bárki is ide be tudjon iratkozni, mondjuk például középiskolába? A középiskolában jó eredmény kell, tehát mindenképpen a tanulmányi eredménye és a más iskolából jön, akkor nyilván a központi felvételit kell megírni a jól, hogy bekerülhessen. Az általános iskola pedig egyértelműen a körzetesség elve alapján működik, ott ez nem megkerülhető, hiszen a túl sok külsős jelentkezőt nem tudja fölvenni már Török Bálint. És azok kedvéért is, akik elég sokat beszéltünk az iskoláról, csak arról nem, hogy hogyan működik. Tehát egyszerre működik általános és középiskola, erről már többször volt szó, de hogy mégis, hogy a szülők kedvéért, hogy ez inkább humán, vagy reál intézménynek számít? Vegyes a kép, hiszen valamikor régen ez egy értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia alapján működő intézmény volt, amire nem fogható rá, hogy humán reál, de mégis a NYIKA nyelvirodalmi kommunikációs programja keretén belül mondhatnánk, hogy az anyanyelv képzése volt az általános iskolának nagyon erős. Ez nyilván átlépett a középiskolai képzésbe is. Ma az új oktatás nevelési törvénnyel döntéseket lehet hozni intézményeknek. Mi úgy döntöttünk, hogy kitartanánk az EKP alaptörekvései mellett, az általános iskola mindenképpen. Ennek megfelelően különböző emelt szintű óraszámú képzéseket indítottunk el az alsó tagozaton, anyanyelv, reál, művészetek vonalán.
középiskolában nem szerettük volna a voksort letenni szintén semmelyik mellett, hanem azoknak a gyereknek, akik a reál tárgyakban éreznek többet magukban, nekik biztosítani tehetségfejlesztős egyéb programokat, és a humánul ugyanígy ezt próbáltuk megteremteni, és nyilván a nyelvi előkészítővel azt a nyelvi alapot próbáljuk nyújtani, ami ma Európában egy munkavállaló fiatalnak mindenképpen szüksége lesz rá. Ő nem csak politikus, hanem szülő is, hogy szívesen járatná a Bálint Mártonba a gyermekét, főleg azután, hogy most az új iskolaépület is átadásra került? Nagyon szívesen, sőt, hát ugye minden szülő életében az egyik legnagyobb izgalom, amikor először megy iskolába a gyerek és az első gyerek. Mi ezen tavaly túlestünk, és még a kisfiam, aki 5 éves, hát majd ő lesz még iskolás. De hát a lényegre térve, ugye mégsem magánemberként van itt az ember, én azt hiszem, hogy minden török bálinti méltán büszke lehet erre az iskolára. Én bárki, akivel beszéltem, szuperlatívuszokban beszél az épületről. Nem csak a klasszikus iskola részlegről, hanem a sportolási lehetőségekről. De nagyon fontosnak tartjuk én is, hogy mindennapos testnevelés van most már, ugye tavaly kezdődött az iskolákban, és ennek lépésről lépésre meg kell teremteni a feltételeit is. Bár azt mondják, hogy igazi testnevelés tanár meg tudja oldani, hogy legyen mindennapos testnevelés óra, hiszen nem kötelező tornaórát tornateremben tartani. De hát ez milyen nagyszerű dolog, hogyha van egy ilyen tornaterem, ami ugye világbajnokságok megtartására is alkalmas. És hogy beszéljünk egy kicsit a közoktatási törvényről, hogy olyan kontextusban, hogy ön mint szülő, hogy mit gondol erről. Tehát, hogy szerencsésnek gondolja a gyermekét, aki most második osztályos, hogy nem korábban kezdte el az iskolát egy másik kormányzati ciklus alatt? Hát nézze, a jóisten adja a gyermeket. Én most már azt vallom, hogy kisebb része van a szülőnek eldönteni, hogy mikor szülhessen a gyerek, azt a gyerekek döntik el, hogy mikor jönnek. De csak az én személyes véleményem. De annak viszont nagyon örülök, hogy ő egy olyan évben lett iskolás, amikor bevezettük a mindennapos testnevelés órát. És hát én azt remélem, hogy évről évre egyre erősebb támogatást kap az oktatás és a nevelés. Ugye itt hallottuk azt, hogy ettől az évtől indul az erkölcs, illetve a hittanóráknak a rendszere. Nagyon fontosnak tartom az erkölcs, illetve a hittanórák bevezetését, hiszen fontos, hogy ezek a kisgyerekek morális tartást is kapjanak, és az életbe úgy kerüljenek ki, hogy ne csak a materialista világot lássák, hanem számítson nekik az is, hogy viselkednek, hogyan tekintenek embertársaikra, környezetükre, milyen morális tartásuk van. Ön szerint mekkora kihívás lesz azok gyermekek számára az erkölcstan, illetve a hittanát elsajátítása, akik mondjuk most 7.-8. osztályosok, és az iskolát egy teljesen másik oktatási rendszerben kezdték? Hát én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok múlik a pedagógusokon. Magyarországon a pedagógus kar az egy rendkívüli pedagógus kar, nagyon sok mindenen mentek keresztül. Egy leépülő, rossz rendszerben is hihetetlen, hogy milyen munkát produkáltak. Magyarországon nagyon jó pedagógusai vannak. Én azt hiszem, hogy rájuk támaszkodhatunk, és bennük bízhatunk, hogy jó erkölcsös hittan oktatás órák lesznek, ezek jó hangulatúak lesznek, és ráéreznek majd arra a diákok, hogy végül is miért is vannak ezek az órák. Azt lehet mondani, hogy az új iskolaépület tükrözi az oktatási reformot? Bocsánat, hogy lehet mondani. Az új iskolaépület tükrözi az oktatási reformot, tehát hogy jól lehet hasonlítani hozzá. Hát merész lenne összekötni ezt a kettőt. Ugye ennek az új iskolának a létrejöttében nagyon-nagyon sokan segítkeztek. Itt a beszédekből kiderül, hogy hogyan is jött létre ez az új iskolaépület. Én azt hiszem, hogy azt célként tűzhetjük ki magunk elé, hogy ezentúl Magyarországon ne csak egyedüli épület legyen a török bálinti Bálint Márton általános és középiskola intézménye, ez egy gyönyörű épület, hanem ez egy tendencia legyen.
Nagyon remélem, és úgy tűnik a számok alapján, hogy Magyarország túl van a mélyponton a gazdasági válságon. Ugye erről igazából kevéssé tehettek a magyar emberek, hiszen ez egy általános világméretű, illetve európai válság, ami bennünket is sújtott. Viszont a magyar embereknek köszönhetően az ország úgy tűnik, hogy kint van a kátyúból. Ennek köszönhetően egyébként az emberek, a magyar emberek munkájának köszönhetően tudjuk szeptembertől emelni a pedagógusok bérét, és el tud indulni a pedagógus életpálya. Ezt rendkívül fontosnak érzem, hiszen az orvosok béremelése után, a minimálbér emelése után, az átlagbér emelése után most rendkívül fontos, hogy a pedagógusok is érezzék az anyagi megbecsülést is. És persze az is fontos, hogy Orbán Viktor a beszédében említette, hogy 359 iskola felújítási, iskolaépítési program indult el. Ez egy fantasztikus szám, és amint mondtam, ez tényleg a magyar emberek munkájának eredményének köszönhető, hiszen az országgyűlés, a kormány, a politikusok abból a költségvetésből tudnak ilyen döntést hozni, amit a magyar emberek összeadnak, amit az adójukban befizetnek. Ugye sokszor könnyen mondjuk azt, hogy hát majd az állam ezt csinálja, vagy az állam ezt nem csinálja. Az állam, ez nem egy személy, hanem az állam egy olyan szervezet, ami mi magunk vagyunk, az ország. A dolgozó emberek adójából, igyekezetéből áll össze a magyar állam költségvetése, és ebből tudtuk ezeket az iskolafejlesztéseket elindítani. Nyilván a szavazó polgárok ezért hálásak lesznek. Most ősztől nem csak a parlamenti ülésszak kezdődik el, hanem újabb fokozatba kapcsol a kampány is. Mi le lehet számítani önnek, mint a Fidesz Magyar Polgári Szövetség szóvivőjének? Mi lesz a feladat ahhoz, hogy jövő tavasszal egy sikeres választással legyen túl a párt? Hát elsőként ezért a munkát fogalmaznám meg, hiszen a parlament még folytatja a munkát, és nagyon sok teendő áll előttünk, nagyon sok tennivalónk van még. Én remélem, hogy az utolsó percig, amíg a kampány el nem indul, amit egyébként lerövidítettünk, fogunk dolgozni, és segítjük az ország munkáját, működését. A második feladat természetesen az, ami hát egy kampánynak a természete, hogy minél több helyen elmondjuk az embereknek, hogy mit sikerült elérni a 4 év alatt. Ezt én szóvivőként nagyon fontosnak érzem, és valahol ez nekünk szóvivőknek a munkánk is. Azt tapasztalom, hogy most már azért az emberek egyre több dologról tudnak, egyre jobban, egyre inkább érzik azt, hogy Magyarország elmozdult a holtpontról, hogy Magyarország előtt vannak célok. Magyarországnak nagyon nagy esélye van arra, hogy Európában az él bolyba tartozzon. Vannak már olyan mutatók, amelyen belül az él bolyba mondhatjuk magunkat, hiszen nagyon kevés olyan ország van, ahol sikerült csökkenteni a költségvetési deficitet. És azért ezt a háziasszonyok tudják, akik havonta beosztják egy családnak a költségvetését, főleg azok, akik ugye devizahitellel rendelkeznek, ők tudják, hogy milyen nehéz hónapról hónapra, évről évre csökkenteni a kintlevőséget. Ez egy nagyon fontos célja az országnak. Tisztelettel köszöntöm Szabolcs Attila polgármester, Budafok Tétény 22. kerület önkormányzatának a polgármesterét. Köszönjük, hogy megtisztelte ezt a rendezvényt. Egy csodálatos emelkedett pillanat után vagyunk, hiszen egy hatalmas épületkomplexum került átadásra. A 22. kerületnek, hogyha a köznevelési helyzetét nézzük, akkor milyen fontos a eredményekről tud beszámolni? Hát először is mi már évek óta, évtizedek óta nagy hangsúlyt fektettünk az oktatásra. Ezt mutatja az is, hogy nem csak a 10 általános iskolánk van, hanem 2 gimnáziumot, ami korábban a főváros feladata lett volna, azt is a kerület tartotta fönt. Egyrészt az épületek fejlesztésére is minden évben nagy hangsúlyt fektettünk. Most ez az új rendszer, hogy átkerültek az államhoz. Még vannak gyerekbetegségek, remélem, hogy ez rövid időn belül kialakul, és tényleg egy sikerágazat lesz. Én azt hiszem, hogy nem nálunk volt probléma az iskolákkal, hanem tényleg olyan kis településeknél, ahol a fenntartás is gondot okozott, nemhogy a fejlesztés. Most ez a új, mondjuk úgy, hogy államosítás lehetőséget biztosít arra, hogy ahol a helyi önkormányzat nem tudja vállalni, vagy nem akarja vállalni az iskolának
működtetését, fűtést, vízdíjat, karbantartást, ott az államnak ezt átadhatta, és akkor az ottani gyerekek is azonos feltételekkel, egyrészt fizikai feltételekkel, másrészt mivel egy egységesebb tanrend van, tehát szellemileg is egységesebb képzést kaphatnak. A napokban részt vett egy református általános iskolának a tanévnyitóján. Mennyiben különbözik, vagy mennyiben más egy egyházi fenntartású iskola, mint egy köznevelési intézmény? Hát mi az elmúlt évben adtuk át a kerület legnagyobb általános iskoláját, a Rózsakerti lakótelepen lévő iskolát, a Budafoki Református Egyház fenntartásában. Tulajdonképpen a szelleme egyértelműen más, és nekünk egy nagyon kellemes meglepetés volt, hogy lakótelepen egy tulajdonképpen ellenállás nélkül sikerült, igaz, hogy két éves egyeztetés után egyházi kezelésbe adni ezt az iskolát, és a sikert az is mutatja, hogy három osztályt kellett indítani, hiszen 74 első osztályos gyereket irattak be, és nagy részük a hittant választotta a hittan és etika között, tehát az új jelentkező, de már a régebben oda járóknak is. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez senkinek, egy gyereknek se válik kárára, hogyha egy kicsit, most nem kell ahhoz olyan vallásosnak lenni, de hogyha abban a szellemben, minden becsületes ember abban a szellemben kell, hogy éljen. Tisztelettel köszöntöm Pesti Imrét, egy csodálatos emelkedett pillanat után vagyunk, Török Bálintnak átadásra került az általános iskola és középiskola, illetőleg a sportközpont. A sport beruházásnak milyen hasznát látja? Nem luxus ennyi pénzt fordítani egy ilyen sportközpontnak, illetőleg iskolának a létrehozására? Már a régi rómaiak is tudták, hogy épp testben épp lélek, és valóban szellemiekben csak azok az emberek tudnak nagyot alkotni, akik testileg is rendben vannak. De ha nagyon üzleti szemlélettel nézzük, akkor amerikai kutatók, közgazdászok kimutatták, hogy minden forint, amelyet a testnevelésre áldoznak, az duplán térül meg az egészségügyi kiadások csökkenésében. Tehát közgazdasági szemléletet figyelembe véve is az egyik legjobb beruházás, hogyha sportra fordítunk, mert hiszen az visszatérül az egészségügyi kiadások csökkenésében. Ha jól tudom, ön is érintett a sportban, méghozzá a kézilabdában. Pontosan miben is? A Ferencváros női kézilabda szakosztályának vagyok a tiszteletbeli elnöke. 2009-ben kezdtük el néhány lelkes ember, összesen hárman, egy új programmal felépíteni a csapatot, és hát a csodák csodájára eljutottunk 4 év után oda, hogy a BL döntőt játszó két csapatot, a BL döntőt elvesztő Larvikot 2 héttel ezelőtt, most pedig a BL győztes Győrt sikerült megverni, ami azt jelenti, hogy érdemes foglalkozni a sporttal, és egy másik dolgot is mondott, vagy hadd emeljem ki, hogy az az öröm, ami az a fajta emelkedettség, amit ilyen siker jelent, az megfizetetlen, az egy nemzetet tart össze, a sikereket hoz. És ha már megint a közgazdasági szemlélet oldaláról közelítem, akkor éppen az derül ki, hogy azokban az országokban, ahol van sport, ahol van hit a nemzet iránt, ahol van önbecsülés, van nemzeti elköteleződés, ott szintén a közgazdászok azt találták, hogy ezek nagyon erőteljes, gazdaságserkentő, GDP növelő tényező. Tehát a hit a jövőben, hit a nemzetben, az kézzelfogható, kimutatható, gazdaságot növelő tényező. Mindez, ami itt épült, és amit a sportról mondtam, ezt szolgálja. Hogyha a közoktatási törvénynek a módosítását nézik, hiszen az országgyűlés, ugye rendkívülés keretében a változtatásra döntött, életpályamodell, béremelés, mi az még esetleg, amit ön kiemelne, és egy nagyon fontos eredménynek tartana a közoktatási reforma tekintve? Azt gondolom, hogy az életpályamodell
a pedagógusok számára elsőként ugye nekik fogalmazódott meg. Azt jelzi, hogy a kormányzat nagyon-nagyon elkötelezett a pedagógusok irányában, rendkívül nagyra értékel azt a munkát, amit végeznek egyrészt, másrészt pedig azt is jelzi, hogy ők azok, akik a jövőt képviselik, és Magyarország a jövőnek építkezik, és mindez a küzdelem, amit a kormányzat is vele együtt magyar emberek végeznek, ez a jövőt építi Magyarországnak, és az a jövő, amely 2010-ben olyan távolinak tűnt, a gazdasági eredmények, a túlzott deficit eljárástól kezdve a gazdasági növekedésig azt jelzik, hogy ez 3-4 éves távlatban is már megmutatkozik. És ha visszaemlékeznek, 2010-ben Magyarországot Görögországgal együtt emlegették, mint azon országot, amely kezelhetetlen csődbe fog jutni rövid időn belül. Eltelt három év, bő három év, és Magyarország, ott azon öt ország közé sorolják, ami az Európai Unióban a legsikeresebb. Ez 10 millió magyar sikere, és minden magyar büszke lehet erre, és kívánom, hogy a jövőt is közösen így szervezzük, hogy még sikeresebbek lehessünk. Köszöntöm Németh Istvánt, a Bálint Márton korábbi intézményvezetőjét. Milyen érzés ön számára, hogy az a beruházás, ami még az önvezetés alatt kezdődött meg, most sok év után 2013-ra végre megvalósult, és a mai napon átadásra került az új iskola épület? El szeretném mondani, hogy ez nagy öröm mindenkinek, nekem személy szerint is. Én megéltem azt az időszakot is, amikor ez a beruházás megállt. Sokáig úgy gondoltuk, hogy nem lesz itten évekig semmi, csak egy torzó. Szerencsére nem így történt. Az épület nagyon szép, gyerekek, tanárok örülnek. Én magam is úgy gondolom, hogy ez egy sikeres beruházás most már. És egyébként sokat lehet köszönni a tanároknak is, hiszen nem véletlenül segítette a kormányzat a beruházás megvalósulását, hiszen az intézmény nívója igencsak magas. Hogyan lehet bemutatni az itt dolgozó tantestületet? Én úgy gondolom, hogy az iskola tantestülete mindig is nyitott volt a korszerű, modern dolgokra, mind pedagógiai, módszertani, mind emberi vonatkozásban, és rendkívül jó együttműködést tanúsít. Az iskolában elért eredmények nyilvánvalóan összefüggenek azzal is, hogy milyen a szülői háttér, és milyen a fenntartói pénzügyi támogatás. Ezekkel remélem a következő időszakban sem lesz semmi probléma. Az iskola továbbra is magas szinten fog működni. Jó a tantestület, jó vezérkar vette át a munkát. Kicsit hazabeszélek, amikor mondom, hogy hát végül is ezek a kollégák a munkatársaim voltak 12 éven keresztül. Köszöntöm Sarka Katát és Hajdú Pétert. Mennyire lenne jó az számotokra, hogyha ide járna a gyermeketek, mert hogy ti is Törökbálinttól jártok, és ez egy törökbálinti iskola, és végül csak a Közép-Európa egyik legmodernebb iskolája. És ez meglehetősen szép. Most azt mondták itt a helyiek, hogy az elszegények lesz-e intézménye. Én azt gondolom, hogy minél közelebb van a gyerekeknek az iskola, azért annál jobb, mert azért ez is fontos szempont, amikor iskolát választunk, hogy közel legyen, és ne kelljen egy órát utazni azért, hogy elérjük, vagy beérjünk 8-ra, és úgy tudom, hogy itt nagyon-nagyon szép és hatalmas sportközpont van, hogy valószínűleg a sportra is nagyobb hangsúlyt fognak fektetni, ez is fontos. Köszöntöm Túrai István, Török Bálint polgármesterét. Önnek, mint polgármesternek milyen érzés az, hogy a mai nappal sikerült magasabb szintre emelni a Török Bálint oktatás színvonalát, és átadásra került az új iskolaépület? Hát ez mindig jó érzés egy polgármesternek egy új létesítményt átadni, vagy éppen átvenni, mert hiszen most miniszterelnök úr adta át, és mi vettük át, kormány fejezte be ezt az épületet. De természetesen minden polgármester kollégámnak kívánom, hogy legyen ilyen eseményben, ilyen élményben része, de nem ez a lényeg. Nem az a lényeg, hogy a polgármester hogy érezte magát ebben a helyzetben, sokkal inkább az, hogy azok a fiatalok, akik itt fognak tanulni, azok valóban a
jövő század technikájával és a jövő század környezetével találkoznak egy ilyen épületben, és nem csak közvetlenül attól, hogy a tantermek korszerűek, vagy éppenséggel jó a berendezésük, hanem sokkal inkább talán attól, hogy nagyon gazdaságos, megújuló energiával működik ez az egész épület. Ez minta, példa, és azt gondolom, hogy az életükre szóló elkötelezést is jelent. Kessler Márton az intézmény vezetője is megemlítette, hogy Török Bálint elég mindig is sokat tett azért, hogy az iskolák színvonala minél magasabb legyen. Hogyan képzeli el Török Bálint az oktatást? Természetesen most úgy változott a helyzet annyiban, hogy az állam átvette az iskolák működtetését, most a fenntartását, a működtetések maradtak itt. Nyilván nekünk a pedagógiai programba különösebb beleszólásunk nincs. Ennek ellenére a város eddig is, és ezután is fogja támogatni, ha más nem ösztöndíjrendszerrel a helyi pedagógusokat, ennek az elbírálása éppen most a közeljövőben fog sor kerülni. Mennyire volt hosszú és rögös az út, ami ideig vezetett, hogy az iskolaépület átadásra került, hiszen ön is a beszédében említette, hogy nagyon sokat dolgozott azért a képviselőtestület, nagyon sokat dolgozott a itt dolgozó tanári kar azért, hogy ez megvalósuljon. Hát ugye most 2013. szeptember 2-án beszélgetünk erről, és 4 esztendővel ezelőtt 2009-ben már kész terveink voltak. Tehát mondhatnám, hogy igen, hát ez egy 4 éves projekt volt, nem kellett volna ennyi időt tartson, nyilván a körülmények voltak azok, amik beleszóltak az építkezésbe, ami miatt ezt 2010-ben le kellett állítani. 2010. november után szinte pontosan, napra pontosan 2 esztendővel később indulhatott újra az épületnek a építése, a létesítménynek a létrehozása. Ez egy sajátságos, kellemetlen helyzet volt, de azt gondolom, hogy ez a rögös út, amit végigjártunk, ez megérte, mert hogy látható, hogy jól érzik magukat a diákok benne, jól érzik a tanárok is benne magukat, megtalálják szerintem a szakmai számításukat. Fölnövekvő nemzedéknek meg kell többet mondani, mint azt, hogy van sportcsarnok, van uszoda, vannak szabadtéri sporteszközök, éljenek vele.